Szevasztok, SNH 5200, a mai kis filmben szereplő internetes fűkasza. Abból az apropóból, hogy hát nagyon keveset használták. Hát az alap probléma, amivel ide került, az berántó baja volt neki. Aztán miután ezt elhárítottam, ugye észrevettem, hogy kevés benne a kompresszió, nem is indult be. Ugye elkezdtem a karbi körül nézelődni, azt vettem észre, hogy ugye mozog az egész. Mégpedig abból kifolyólag, hogy a szívótorok az így volt rajta, az egyik csavarja teljesen laza, tehát itt falsot tudott szívni, ráadásul tömítés sem volt alatta. Azt mondta a gazdája, hogy csak késsel tudta használni, mert amint rárakta a dummy fejet, azzal így egyből belefulladt a fűbe, azzal nem is tudta használni, csak a késsel, de ugye egyébként is csak egy minimálisat volt használva. Hát alig van itt ugye egy kis piszok. Ugye aki látott már egy fűkaszát közelről, az tudja, hogy itt full retek szokott ugye lenni, ami használva is van. Hát talán egy háromszor volt használva a gép összesen. Ugye levettem a hengert, akkor láttam, hogy vannak bajok. Hát a tulajdonos az esküdözött rá, hogy nem használta tiszta benzinnel. Bekeverte rendesen, aztán mégis így járt. Hát a henger sem sokkal különb. Na, mégis a videó lényege az annyi lenne, hogyha vesztek az internetről ilyen fűkaszákat, csavarokat érdemes átnézni, főleg ugye itt a szívó oldalon, mert rövid úton a gép halálát okozhatja, ugye, hogyha egy falsot tud szívni, elégtelen a kenés, így ugye egy minimális használattól is tönkre ment gyakorlatilag, és ezt előttem nem szerelte senki, tehát ez így jutott el a vásárlóhoz, hogy nem volt rendesen meghúzva a csavar, és ráadásul tömítés sincs a szívótorok alatt, ami ugye az elég nagy probléma. Tehát itt mindenképp falsot szív, akármit csinál vele az ember. Úgyhogy ez a videó igazából ennyi lett volna, hogyha ti is így vásároltok netről. Hát ez is a legolcsóbb volt azon abba a webáruházba, ahonnan rendelte az illető, tehát hogyha a legolcsóbbat veszitek meg, érdemes átnézni, csavarokat meghúzgálni, mielőtt használatba veszitek, hogy az ilyen hibákat el tudjátok kerülni. Na, köszöntöm a megtisztelő figyelmet, sziasztok!